jövő időben. Gondolatok a fenntarthatóságról. Mi kerül az asztalra? Chipsen, csokin és hamburgeren felnövő fiatalok, akik sportolás és testmozgás helyett a számítógép előtt ülnek. Az elmúlt évtizedben ugrásszerűen megnőtt az elhízott gyerekek aránya. Magyarországon minden 8. iskolás túlsúlyosnak és minden 40. elhízottnak számít a saját korosztályában. A túlsúlyos, egészségtelenül táplálkozó gyerekekből nagyobb eséllyel lesznek elhízott felnőttek. Meg lehet állítani ezt a folyamatot? Meg lehet tanítani a gyerekeket egészségesen táplálkozni? Egy szülő törekszik arra, hogy otthon egészséges ételeket tegyen a gyermekének az asztalára, akkor ne azt tapasztalja, hogy utána bemegy a gyermek az óvodába mondjuk, vagy az iskolába, és ott bizony aztán már nem ilyen egészséges ételek kerülnek az asztalára. Az államnak felelősséget kell azért is vállalnia, hogy ott olyan ételeket tegyünk a gyerekek asztalára, amik egészségesek is, nem csak finomak. Egyébként az, hogy finom legyen, az ezzel együtt szerintem fontos, és én bízom abban, hogy előbb-utóbb azt mindenki fel fogja ismerni, hogy attól, hogy valami egészséges, az nem feltétlenül rossz. Bizonyos tiltások is vannak, ezt is el kell mondani ebben a rendeletben, tehát például a különböző ilyen levesporokból és olyan ételízesítőt pluszban, plusz sót tartalmazó készítményekből nem javasoljuk az ételeknek az előállítását. A közétkeztetési rendeletnek a jelenlegi változata az kiterjed mind a köznevelési közétkeztetésre, mind a szociális, mind az egészségügyi ellátórendszernek a közétkeztetésére. Egy óvodás, iskoláskorú gyermek a hétköznapokban általában csak este eszik otthon, a családja körében, háromszor pedig a közétkeztetés keretein belül. Egyáltalán nem mindegy, mennyire egészségesek ezek az ételek. Az új közétkeztetési rendelet a túlzott só, cukor és zsírfogyasztás visszaszorítását tűzte ki célul. Az ételeknek változatosnak is kell lenniük. Egy hónapban kétszer ugyanazt az ebédet nem kaphatják a gyerekek, és többször kell friss zöldséget, gyümölcsöt és tejterméket kínálni. A szülőnek, a nagyszülőknek kell megmutatni azt, hogy mely életmód az, amely egészségesebb felnőtt élethez vezethet, de emellett természetesen a kis gyermekkortól kezdve óvodapedagógusoknak, sőt a bölcsödében dolgozó gondozónőknek, dadusoknak, majd később a pedagógusoknak is nagyon fontos szerepe van ebben, de leginkább talán az édesanyáknak, mert az édesanyák döntik el, hogy mi kerül az asztalra, az miből készül. Természetesen ez pénzügyi kérdés is az egyik oldalon, de alapvetően ugyanabból a otthoni költségvetésből lehet egészséges, kevésbé egészséges és egészségre ártalmas ételt is az asztalra tenni. A magyar lakosság egészségügyi állapota az egyik legrosszabb Európában. Az ajánlott só mennyiség háromszorosát fogyasztjuk. Ez azt jelenti, hogy évente körülbelül 6 kiló sót eszünk. A tizenévesek körében is egyre gyakoribbak a korábban csak felnőttekre jellemző betegségek, mint magas vérnyomás és cukorbetegség. A gyerekek a főétkezések helyett inkább nassolnak és keveset mozognak. Már azok a rizikófaktorok, amelyek a mi felnőtt táplálkozásunkban megjelentek és jelen vannak, azok már a gyerekeknél is feltűnnek. Alacsony a rostfogyasztás, ez nyilván ez a gyomorbélrendszer, de szív- és érrendszeri problémákhoz vezethet. Kevés zöldséggyümölcsöt fogyasztanak, és a változatosság az az, ami nagyon nem jellemző. Valamint a gyerekeknél még a kalcium az az, amit kiemelnék nyilván a csontoknál, ez is jóformán fele annyi, mint az ajánlott mennyiség, tehát a tej-tejtermék fogyasztás is alatta van az ajánlottnak. A gyerekkori elhízás nem egyszerűen esztétikai probléma. A túlsúly miatt már fiatalon kialakulhatnak olyan folyamatok, amelyek felnőtt korban krónikus szív- és érrendszeri betegségekhez, valamint cukorbetegséghez vezethetnek. A közétkeztetés reformja az első lépés lehet az egészségesebb életmód irányába. A helyes táplálkozás kialakításában azonban a szülőkre is nagy feladat hárul. Hogy lesznek ezek túlélők? Valami itt korcsosul, kérdezném, hogy 100 év múlva ki tud majd itt magyarul.